Nem csak a miniszterelnök, hanem a belügyminisztérium és a nemzetgazdasági minisztérium is a budai várba költözik. A terv részleteiről is beszélt szokásos éves meghallgatásán Lázár János. A miniszterelnökséget vezető miniszter a meghallgatáson súlyosan bírálta az országos roma önkormányzat korábbi vezetőjét, a szintén fideszes Farkas Flóriánt. A belügyminisztérium az Országház utcában és az Úri utcában lévő ingatlan együttesbe költözik, míg a nemzetgazdasági minisztérium a Szentháromság téren kap helyet. Lázár János a kormány döntést a Kulturális Bizottság meghallgatásán azzal indokolta, hogy a budai vár a magyar államhatalom végrehajtó központjának épült, így logikus a kormányzati szervek oda költöztetése. Hát egy padon lehet kormányozni egy laptop segítségével, meg egy telefon segítségével. Tehát az épület adottságai, amikor a sajtó kérdezte, hogy én hova fogok költözni most itt a kormányzati átrendeződés, fogalmazunk így, kapcsán, hát fogom magam, kiülök egy padra. Hát szóval ma már nem iroda kell a kormányzáshoz, az valaminek a szimbóluma. Lázár János a Jobbik kérdésére válaszolva súlyosan bírálta az országos roma önkormányzat korábbi vezetőjét. A miniszterelnökséget vezető miniszter név szerint is említette Farkas Flóriánt, akinek szerinte más kisebbségi vezetőkkel együtt nagy a felelőssége abban, ha eljátszák a többségi társadalom bizalmát. Óriási felelőtlenség, amit akár képviselőtársaink, akár önkormányzati vezetőtársaink ezen a területen kisebbségi vezetőként művelnek, például a roma közösségben. Óriási felelőtlenség. Mert a rendelkezésre álló források hiteles elköltését bombázzák szét, senki nem akar majd ennek a közösségnek pénzt adni, mert úgy gondolja pártállástól függetlenül nagyon sok politikus társam, hogy nem bízható rájuk pénz, mert bármelyikre bízzuk, ez történik. Lázár Jánost délután az Európai Ügyek Bizottsága is meghallgatta. A roma önkormányzat ügyei itt is szóba kerültek. Mit jelent, miniszter úr, azon kijelentése, hogy teljes mértékben Farkas Flóriánba helyezte a bizalmát? Ez az ártatlanság vélelme, vagy esetleg valami több is van mögötte? Ezen az ülésen részt vett Farkas Flórián is. Lázár János személyesen neki címezte válaszát. Akik a kisebbséget képviselik, és eljátszák a többség és a társadalom bizalmát Pityáner ügyek kapcsán, idézőjelbe téve, föláldozzák a nagy ügyet, azok óriási hibát követnek el. Nem a saját személyes karrierjük szempontjából, mert az megy a lecsóba, az irreleváns. Az ügy szempontjából óriási hibát követnek el. Mindegy, hogy a kormány embere, vagy mindegy, hogyha az önkormányzatnak az embere. Itt minden állami vezetés az elmúlt 11 esztendőben próbált lehetőséget teremteni a roma közösség számára. Sajnos volt ilyen tapasztalatom nem egy esetben, hogy a roma vezetőkön is múlott az, hogy egy program sikeres vagy sikertelen lett. És az a meggyőződésem, hogy ebben a felelősség nem csak a kormányzaté, hanem a roma vezetőké is. Farkas Flórián a bizottság tagjaként ugyan válaszolhatott volna a miniszter kritikáira, ám az országos roma önkormányzat tavaly leváltott elnöke nem élt ezzel a lehetőséggel.